Sziasztok! A Blik mai vendége Hoffer Zsolt, akinek rengeteg címe, titulusa van. Többek között egy belügyi szervezet és technikai vezető instruktora, ha jól mondom. Autóversenyző, illetve a Continental szakértője. Ennek kapcsán van itt most leginkább, hiszen a mai téma a téli gumi, illetve a téli vezetésre való felkészülés. Minek használják téli gumit, amikor 20 éve még senki nem használt ilyet a Zsigulikon, mégis közlekedtünk vele. Mivel a járműveknek megváltozott a dinamikája, sokkal nyomatékosabbak, sokkal erősebb járművekről beszélünk, és sokkal több járművel közlekedünk, ezért mindenképpen szükséges azért a téli gumi, hogy megbírjunk a másik mellett állni, hiszen ha az egyikünk téli gumival fékez, a másik pedig nem cseréli ki, mert 20 éve sem cseréltem, akkor viszont sajnos történhet egy koccanás. Spórolni szeretnék, ezért idén csak két téli gumit veszek, előre vagy hátra szereltessem fel. Az első kerék irányítás miatt azt gondolnánk, sőt az első kerék hajtás miatt sok esetben az unának az első kerékre kell, viszont abba kell belegondolni, hogy ha a járműnek a hajtás az első kerekén van, akkor nem tudok túlzásba vinni a gyorsítást, tartok a fékezhetőségtől és az irányíthatóságtól, ezért bár lassabb leszek az autómmal, de biztonságosabban tudok közlekedni. Ha viszont hátra teszem fel, akkor ugye elmondhatom, hogy az autónak a hátulja nem fog kitörni, tehát túlkormányzottság sokkal később jön elő, ezért alapvetően biztonságosabb. Ha nincs téli gumi, milyen vezetéstechnikai trükkökkel tudom túlélni a telet? A nyári gumival úgy tudjuk, legfőképpen, hogyha a garázsban hagyjuk a járművet. Azzal, hogy elindulunk egy nyári gumi és a járművel, veszélyeztetjük önmagunkat, a velünk egy autóban közlekedőket és a velünk közúton közlekedőket. Hogyha most itt a kérdezőnk azt kérdezi, hogy milyen technikával fékezzen csúszós úton, ha nincs benne ABS, tulajdonképpen egy fékkompálási technikával, amit intenzíven a kormány mozdulattal együtt lehet használni. Én szoktam tanítani például egy fékút rövidítési technikát, főleg az ABS-es autóknál, amikor a sávon belül enyhe mozdulatokkal az egyenes vonalat megtöröm, ugyanazt a fékutat teszem az autó, csak egy enyhe hullámban, ezzel tulajdonképpen centiket tudunk nyerni. Egy szett téli gumi még a kopásjelző felett van a mintázat mélysége, körülbelül 5 mm-esek. Le kell cserélnem őket, vagy jók lesznek még erre a télre? Az 5 mm-es minta még elfogadható, tehát kopásjelző felett vagyok. Ebben az időben nem bírom megnyomni a téli abroncsot, akkor az megöregedett. Ha megnyom az oldalfalán a téli abroncsot, és repedéseket látok, akkor megöregedett. 5 mm mélység abban az esetben jó, hogyha az abroncs egyébként jó állapotban van. Honnan tudom, mennyi idős az abroncs, és szabad még használni öreg gumit? Van az abroncson oldalfalán egy ilyen ovális, az az úgynevezett dotszem, benne vagy hanyadik hét, és a mögött, hogy melyik évben gyártották, innen tudom, hogy mennyi idős az abroncs. Mi a jó csúszós úton, segítek, kicsit kiengedek a keréknyomásból? Azt érdemes megnéznünk, hogy egyrészt minden járműhöz, az adott abroncsához meg van határozva, hogy milyen váltóméretek lehetnek, és az adott abroncsok milyen bárértékre kell felfolynak. Ez általában a téli-nyári abroncsnál közel azonos, arra kell jobban figyelni, hogy a téli abroncsnak a lefelé intenzívebb a nyomás csökkenése a hideg hatására, míg ugye nyári abroncsnál pont a melegedés hatására inkább felfelé növekszik meg a nyomása. Ha azt látjuk, hogy túl van egy picit fújva az abroncsunk, vagy túl meleg van, és mondjuk szükséges, akkor érdemes visszavenni az abroncsból egy kicsit. Négy évszakos gumit szeretnék venni, mert főleg csak városban használom a kocsit, ajánlja őket. Bizonyos esetekben igen, meg teszteket érdemes megnézni, hogy mit akarunk feltenni, milyen járműre és ahhoz a járműhez ajánlják vagy sem. Itt meg kell nézni a jármű gyártójának véleményét is, illetve meg kell nézni az abroncs gyártónak az ajánlását, hogy milyen járművekre ajánlja. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy egyes járművekre, egyes esetekben igen. Jeges, ónos, esős úton is jobb a téli gumi, vagy ott már teljesen mindegy, hogy mi van a kocsinak? Úgy kell elképzelni a felületét, mintha ilyen kis tapadók uramok lennének. A jeges, ónos felületen sokkal intenzívebb hatást fejtenek ki, ugye a nyári abroncs sajnos elcsúszik rajta, a téli abroncs ezek a hatására irányítható marad, értelemszerűen számít, hogy mennyivel megyünk, milyen sebességgel, milyen súlypontja van a járműnek, megfelelő nyomáson van az abroncs vagy sem, de a téli abroncsra sokkal intenzívebben számíthatunk. Nagyon jó áron találtam kínai gumikat, de nem tudom, meg merjem-e venni. Itt érdemes megnézni, hogy milyen ez a téli gumi, milyen tesztek vannak, milyen tapasztalatok vannak. Természetesen számít az ismerősök véleménye is, illetőleg nemzetközi tesztek, hazai teszteket érdemes megnézni. Lehet jó a kínai téli abroncs, de nagyon sok olyat is találunk, amely nevében téli zsakály. Tudom, hogy furán hangzik, de úgy érzem, hogy amikor behavazott úton megyek, akkor jobban tapad a kerék, mint amikor latyakos az út. Ezek szerint menjek inkább az út havas részén?
A havon való közlekedésnél és a latyakos nyálkásúton való közlekedésnél más a hanghatás. A kettő tudatilag is megzavarja a sofőrt, és ezért bizonytalanabb érzetünk van néha abban az esetben, amikor azt érezzük, hogy ilyen latyakos, hónedves úton megyünk, de azt gondolom, hogy mindig az aszfaltot keressük meg a hó mellett, és ne a havat az aszfalt mellett, bármennyire is szennyezett az. Azt mondta a gumisom, hogy a régi téli gumikat már ne szereltessen fel, mert ezeket szakszerűen kellene tárolni, különben tönkre mennek. Inkább pincében, vagy valami hűvös helyen, hűvös és napmentes helyen tároljuk. Semmiképpen nem állítva, hiszen állítva akkor ugye a brony szerkezetet nyomja. Ha egymásra is pakoljuk, ott figyeljünk arra, hogy pontosan, tökéletesen egymással legyenek, mert el van tolódva, akkor már más terelési pontok vannak. Tavaly télen volt egy ijesztő helyzetem, szerencsére nem lett belőle baleset. Hiába kormányoztam, nem tudtam bevenni a kanyart, a kocsi csak ment tovább egyenesen. Hátsó kerékhajtású autóról van szó. Mit kellett volna tennem, hogy be tudja tenni a kanyart? Ebben az esetben ugye azt szoktuk mondani, hogy a gáz visszavételével, de semmiképpen nem elkapásával, a gáz visszavételi, és a kormányozó szán ív alá bekormányozással próbáljuk a járműfelet az irányítást megtalálni, visszaszerezni.